December 31-én sokan fogadják meg, hogy januártól diétázni és sportolni kezdenek, vagy esetleg leszoknak a dohányzásról. A baján megkérdezettek közül azonban többen, több okból nem fogadnak meg semmit. Régebben még fiatalabb volt, de most már nem. És miket fogadott meg elsősorban? Hát, hogy nem veszünk annyit, meg egészségesebben élünk. És most már nem fogadja ezt meg? Nem, mert most úgy élünk. Mostanában nem tettem, régebben próbálkoztam vele, de sose sikerült betartani. Vannak olyanok is, akik az eddig elért célokat szeretnék túlszárnyalni. Minden álmom kijutni az idén a világbajnokságra. Hát ez tényleg egy nagy álom, következő évben pedig a kínai falat szeretném megfutni. Ez csak egy ilyen hobbi. Antal Ágnes, az egyik bajai egészséges termékeket forgalmazó vállalkozásnak a vezetője elmondta. Sokan bizony túl sok mindent akarnak egyszerre megváltoztatni. Ez vezethet a kudarchoz. Ilyenkor mindenki meg szeretné váltani január 2-ával vagy 1-ével a világot, de én mindenképpen azt tapasztalom és azt javaslom, hogy senki ne rögtön 10 célt meg 15 célt tűzzön ki magának, hanem a legjobb bevált recept, hogyha csak néhány dolgot valósít meg az ember. Általában egyébként azt szokták mondani, hogy ha mondjuk 10 dolgot szeretnél megváltoztatni akár, akkor abból a 10-ből semmit nem fogsz. Éppen ezért érdemes apró lépésekkel kezdeni az életmódváltást, például kezdetnek elhagyni a fehér cukrot vagy a lisztet az étrendünkből. Sportolni is csak mértékkel szabad, ha eddig egyáltalán nem tettük, tette hozzá a szakértő. Azonban akinek már sikerült eltérni az egészségesebb életmódra, csak ajánlani tudja másoknak is. Többet kellene mozognom, de az étkezésemmel teljesen meg vagyok elégedve. Már 1,5 éve vagyok vegán, legalábbis húst nem ettem 1,5 éve, tejtermékeket pedig most 6-án lesz 1 éve, ahogy lemondtam róla. Ha tehát valaki valóban változtatni akar az életmódján, akkor fokozatosan tegye azt, és tartsa szem előtt, hogy az emberi szervezetnek a legtöbb esetben minimum 3 hétre, azaz 21 napra van szüksége ahhoz, hogy egy új szokás az életünk részévé váljon.